A nyári napokon szinte mindig tele a strand, azonban nem csak a strandolóknak kell különböző szabályokat betartani, az üzemeltetők is kötelesek biztosítani a megfelelő körülményeket. A víztisztaságon túl ilyen például a zuhanyzóhelyek kialakítása, az élőmedence és a megfelelő mennyiségű pótvíz biztosítása. A vízminőség biztosítása céljából le kell venni vízmintákat, tehát önellenőrzésre előírja a jogszabály, hogy mennyiszer kell mintát venni. Ezt nem csak a vízből kell, tehát a medence vízéből, hanem a távvizekből is le kell venni ezeket a mintákat, illetve a hatóság is vesz, tehát történik hatósági mintavételezés is. Na most a mintákat ugye az eredmények szerint általában nézzük. Na most van olyan, hogy kóliszám vagy enterokokkusz szám, ami esetleg az enterális jellegű fertőzést feltételezheti, illetőleg természetesen kémiai paraméterek, mint a víznek a kémiai oxigénje, igénye, a lugosság, egyebek, amiket szintén figyelni kell ilyenkor. A folyóvizek szennyezését már külső szemmel is érzékelni lehet, például ha feltűnően zöldes vagy habos a víz, az súlyosabb fertőzésre utal, de a halak kipusztulása is ennek a jele. A hatóság ezeket is vizsgálja. Három olyan település volt, illetve szabad strand, ahol eltéréseket találtunk vízmételvételi szempontból. Ezek voltak Tiszadob, Tivadar és Gergely-Gornya területén. Tiszadob-Tivadar területén az azt követő kontrollvizsgálatok azok teljesen jók lettek, és Gergely-Gornya területén még folyamatban van. Viszont azt is kell tudni, hogy akkor, amikor vették a mintát, akkor áradt a Tisza. Tehát bizony ez befolyásolhatja ezeket a mintavételi eredményeket. Az is fontos, hogy beteg, lázas vagy különböző fertőző betegségben szenvedő emberek ne látogassák sem a medencés, sem pedig a szabadvízű strandokat, mert így hiába a fokozott megelőzés és vízellenőrzés, bárkit megfertőzhetnek.